Kedves nézőink, vendégünk a stúdióban Bodrogi Béla, a Szabadkai Piacok igazgatója, akit azért költöttünk fel ilyen korán, hogy beszámoljon az akcióról, ami holnap reggel történik a szabadkai piacokon. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a K23-as TV nézőjének. Szokásunkhoz híven immár 11. alkalommal szervezzük meg a télére való vásárt az ideiglenés nagybani piacunkon, a Mirko Bogovics utcában. El kell, hogy mondjam, hogy mindig sikeres volt ez a vásár olyan szempontból, hogy tényleg kiváló minőségű és mennyiségű áru között válogathatnak kedves vásárlóink, a polgártársaink, ha kilátogatnak a holnapi napon Mirko Bogovics utcai piacunkra. El kell, hogy mondjam, hogy érdemes, nem csak ez miatt, hanem az miatt is, hogy ezeken a vásári napokon, amikor a télire valót meg lehet vásárolni, az árak is kedvezőbbek, még a megszokottaknál is. Valamint, hát ugye nem csak a vásár, hanem a kísérő rendezvény, hogy így mondjam, a humanitárius donációknak a begyűjtése is immár 11. éve van folyamatban. Sikeres minden évben, tehát függetlenül, hogy azért romlik a gazdasági helyzet, minden azért a bérlőjeink nagy lelkűsége még mindig igen magas szinten van. Évről évre sikeresen gyűjtsük össze a termékeket, valamint természetesen az iparos részen az iparosok is a saját termékeiket biztosítsák ilyen alkalmakkor. Nagyon sok intézmény volt ez a 11 év alatt már az, aki megkapta ezt a támogatásunkat. Különböző vallási intézményektől kezdve a Kolevka több éven keresztül kapta, a Hajdújárási Lurkóház nem régen, egy évvel ezelőtt kapta meg ezt a támogatást. Az idén pedig a Hozsana terapeutos kezeléssel foglalkozó szervezetnek döntöttük, hogy adjuk a támogatást. Úgy érezzük, meglátogatva őket Nagyfénynél, ott található ez az intézménynek a helységei, és látván, hogy mennyire igyekeznek az ott lakók arra, hogy visszatérjenek a társadalmunkba, mint egy hasznos tényezői, és hogy tovább tudjanak élni egy normális életet, és hogy ők maguk is, ami az érdekes, egy részét megtermelik annak a termékeknek, amire szükségük van az élelmezésükhöz, de viszont nagyon megörültek. Meg kell, hogy mondjam, hogy még 2-3 hónappal ezelőtt még Károly atya volt az, aki megkeresett ezzel, és elmondta ezt az egészet, hogy mivel foglalkozik ez a szervezet, meglátogattuk. Természetesen soha nem adunk olyan helyre, amit előtte még nem ellenőrzünk le, és nem lássuk, hogy miről van szó, hogy még véletlenül se semmi ne jusson rossz helyre. Én úgy érzem, hogy nagyon jó helyre fog az idén is jutni az adomány. Egy részét termelőink biztosítsák, nagy részét, egy részét pedig maga a közvállalat jövedelméből biztosítja. Én remélem, hogy sőt, biztos vagyok, hogy holnap, amikor 11 órakor át fogjuk adni számukra ezt, tehát Károly atya szerint is nagyon nagy mértékben hozzájárulni fog ez ahhoz, hogy így mondjam, hogy átteleljenek, hogy a téli hónapok folyamán nagy részére elég lesz az élelmüknek, valamint lesznek itten más dolgok is, mondom, ami az iparos részen is, arra is szükségük van természetesen, és ezzel is gazdagítjuk mindazt, hogy
amit elkezdtem mondani, hogy már 11 éve végezzük ezt az akciót, és minden évben jegyeztük pontosan kilogramra, hogy mekkora volt, mekkora mennyiségű áruról van szó. Hát ezzel az idei támogatással már túllőjük a 12 tonna árut, amit ezáltal is úgy érezzük, hogy mindig a rászorultakon tudunk segíteni. És el kell mondjam, hogy lehet, hogy ez kívül nem látszik annyira, de hát ez is egy elég nagy plusz munkát, egy elég nagy szervezési munkát igényel, úgyhogy de szívvel lélekkel csinálják az alkalmazottaink, mi magunk is, és örömmel telti el a közösségünket, lelkünket az, hogyha segíthetünk valakit. Nagyon szépen köszönjük, azt hiszem, mert kérdést föl se kellett tenni, nagyon kimerítő volt a tájékoztatás. Mi is megpróbálunk ott lenni holnap délelőtt az átadásnál, ha előtte nem is, de az átadásnál mindenféleképpen, hogy erről is beszámoljunk nézőinknek. Bodrogi Bélának köszönjük, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm, és sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen.